Nagy tisztelettel és nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki ma eljött ide erre a közös fórumunkra. Elsősorban és kiemelten önöket szeretném köszönteni, hiszen én azt gondolom, hogy önök a legfontosabb eleme a rezsicsökkentésért vívott harcunknak, hiszen ide most azokat hívtuk meg, akik aláírták annak idején a rezsicsökkentés védelmében elkezdett aláírásgyűjtő éveket, és szerettük volna ezeket az embereket megtisztelni azzal, hogy beszélünk a már elért eredményekről, és esetlegesen talán néhány gondolat erejéig államtitkáról lehet, hogy említeni fogja majd a jövőt is. Nagyon fontos vívmány volt az, amit bevezettünk, és nagyon fontos volt, hogy ezt védjük meg. Erről szólt az aláírásgyűjtés, amelyet Magyarországon 2,5 millió ember erősített meg az aláírásával, és amelyhez mi is hozzá tudtunk járulni itt a Békés megye új kettes választókörzetében, hiszen közel 20 000 aláírást gyűjtöttünk össze az önök jóvoltából, önök voltak azok, akik ezt aláírták. Ezzel a 20 000 aláírással jeleztük azt, hogy mi is itt Békés megyében, itt Békés környékén szeretnénk, hogyha ez a vívmány megmaradhat, és egy nagyon határozott utalást, egy nagyon határozott jelzést küldtünk az Európai Unió felé, hogy mi bizony a magyar emberek támogatásával a magyar kormány szándékát, amelyet a magyar parlament szentesített, azt bizony meg fogjuk védeni. Képviselő úr, aláírásgyűjtésben is nagyon kivette Békés a részét a tavaszi kampánynak. Ön szerint ez a rezsicsökkentés, ez milyen mértékig mehet még? Ugye most kerül majd terítékre önöknél a harmadik. Hát én azt gondolom, hogy elsősorban azt nagyon fontos tisztázni, hogy miért is van szükség még rezsicsökkentésről szóló fórumokra. Sajnálatos módon kampány elkezdődött, ez még nem lenne sajnálatos, azonban azok a kampányígéretek, amelyek a különböző pártok részével, ezeki pártok részével elhangzanak, a bal oldalon legalábbis nagyjából összecsengően arról szólnak, hogy mindenféleképpen megszüntetnék a rezsicsökkentést, sőt van olyan vezető, most összeállt baloldali pártvezetők közül, aki nagyon csúnya jelzőkkel illette ezt a rezsicsökkentést. Tehát mindenféleképpen látszik az, hogy ugyan sikerült megvédenünk az IMF-el szemben, sikerült megvédenünk az Európai Unió pesszimista vezetőivel szemben a rezsicsökkentést egyenlőre, de látható az, hogy ezek a támadások ezek nem álltak le, és nem is fognak leállni a jövőben sem. Tehát mindenféleképpen továbbra is egységet kell mutatnunk ahhoz, hogy a jövőben is megvédhessük a eddig elért eredményeket. Én azt gondolom, hogy ez a 20% is ez egy nagyon-nagyon komoly eredmény. Látható az is egyébként, hogy Európa több országában, sőt vezető országaiban is felmerül az a gondolat, hogy a magyar példát követve elindulnak ezen az úton, hiszen az egy tarthatatlan állapot, ami itt Békés megyében is volt, hogy egy átlagos Békés megyei jövedelmet figyelembe véve, és egy átlagos Békés megyei rezsit költséget figyelembe véve, az emberek a fizetésüknek, a bevételüknek több mint az egynegyedét költötték rezsire itt Békés megyében. Ez értelemszerűen mondjuk egy alacsony jövedelmű családnál egy még magasabb összegre rúg, hiszen alacsony jövedelemhez arányaiban ez az átlagos rezsiköltség, ez jóval magasabb. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos volt eddig is, amit tettünk. Visszatérve az ön kérdésére, nem akarom megkerülni, meddig lehet ezzel elmenni. Természetesen mindenféleképpen vizsgálni kell azt, hogy hol van az a pont, amikor már nem extra profitot termel egy cég, hanem valóban a normális működési költséghez, a normális hározat fenntartáshoz szükséges az összeg, egy normális szolgáltatás színvonalának a fenntartásához szükséges az összeg, amit ők beszednek, és hogyha elérjük ezt a pontot, én azt gondolom, hogy ott van az a pont, ahol nem érdemes, vagy nem tudjuk ezt tovább húzni, de egészen addig a magyar emberek, a Békés megye emberek, és itt a Békés környéki emberek érdekében mindenféleképpen folytatni fogjuk ezt a harcot. Sokan szeretik azt hinni, hogy ugye 2010-ben Görögország volt a legnehezebb helyzetben Európában. Ilyenkor mindig érdemes felfrissíteni a memóriánkat és emlékeinkbe idézni, hogy 2008-ban Magyarország volt az első, akkor ugye Gyurcsány Ferenc nevű miniszterelnök vezette az országot, aki kénytelen volt az IMF-hez segítségért fordulni annak érdekében, hogy az ország túléljen. Ez 2008-ban történt. És a nemzetközi gazdasági pénzügyi válság Magyarországot viselte meg, hogy Magyarország is azok között volt, akit ez a nemzetközi válság a leginkább megviselt. 2010-ben
rendkívül gyorsan változó világpolitikai és világgazdasági helyzet nyomán Magyarország előtt is két út állt. Az egyik út az nagyjából úgy volt leírható, hogy húzzuk össze magunkat a lehető legkisebbre, próbáljunk meg túléléssel játszani, próbáljunk meg arra játszani, hogy egyszer majd ez a nehéz időszak véget ér, és akkor majd minden folytatódik ugyanott, mint ahol korábban abban maradt. Voltak, akik azt szorgalmazták, hogy Magyarország válassza ezt az utat. Aztán volt egy másik lehetőség, ami pedig nagyjából úgy írható le röviden, hogy tekintsünk a válságra úgy, mint egy lehetőségre. Egy ilyen lehetőségre, amely azt biztosítja számunkra, hogy ha szükséges intézkedéseket, szükséges változtatásokat gyorsan és habozás nélkül meghozzuk, akkor képesek leszünk arra, hogy a válságnak nevezhető nehéz időszak után jobb pozícióban legyünk, mint voltunk előtte. Ez a két út állt előttünk. A túlélés, a berendezkedés, összehúzóckodás, valami fajta bizonytalan kimenetellel, vagy egy bátor, önmagában bízó, a politikai stabilitást jó értelemben fel és kihasználó döntések sorozata volt a másik út. És mi ezt az utat választottuk, amelyről természetesen tudtuk előre, hiszen ez bőven sejthető volt, hogy konfliktusokkal fog járni. Hogy támadni fognak minket a nemzetközi pénzvilág szereplői, támadni fognak minket nagy nemzetközi vállalatok, támadni fognak minket brüsszeli bürokraták, támadni fognak bennünket az Európai Unió különböző intézményei. Ez aztán így is történt, hiszen az elmúlt 3-3,5 esztendőben Magyarország olyan nemzetközi támadásoknak volt kitéve, amely talán kevés országgal szemben nyilvánult meg az elmúlt időszakban, viszont az is már világossá vált, hogy jó döntést hozott a miniszterelnök személyesen, és jó döntést hozott a kormány 2010-ben, amikor úgy döntött, hogy felvállalva ezeket a konfliktusokat, az európai defenzív válságkezelő intézkedésektől jelentősen különböző bátor lépéseket határozott el. Államtitkár úr, harmadik rezsicsökkentés előtt áll a kormány, erről a héten lesz döntés. Meddig lehet ezt még tovább vinni? Tehát, hogyha ez meg lesz ez a döntés, lesz-e alapja esetleg egy következőnek, vagy ennek a szinten tartása a cél? Ez az a célunk, hogy hosszú távon Magyarország helyzetét, versenyképességét és a magyar családok helyzetét tudjuk javítani. Ehhez óhatatlanul és feltétlenül szükség volt a rezsi költségek csökkentésére, hiszen az mégiscsak egy tarthatatlan állapot volt, hogy a Európai Uniós összehasonlításban a magyar emberek fizessenek relatíva a legtöbbet a megélhetési költségekért. Ezt fel kellett számolni, ezt a miattatlan és tarthatatlan állapotot. Természetesen most a hétvégén a Fidesz frakció, ha tesz egy javaslatot a kormánynak a rezsicsökkentés újabb menetrendjére, akkor azt a kormány az eddigihez hasonló pozitív hozzáállással fogja fogadni, és természetesen a fenntarthatóságot, a költségvetési biztonságot, Magyarország gazdaságának biztonságát figyelembe véve megyünk tovább a rezsicsökkentéssel. Ugye az látszik, hogy számos intézkedést hozott már a kormány azért, hogy az energia biztonságát az országnak is arra a szintre hozza, hogy az hosszú távon egy jó alapot tudjon adni az alacsonyabb rezsiköltségek fenntartásának. Így akár a nukleáris együttműködésre vonatkozó megállapodás Oroszországgal, akár a gáztározó kapacitás nemzeti tulajdonba kerülése, akár a magyar és a szlovák gázvezetékrendszer összeköttetése, mind-mind olyan intézkedések, amelyek növelik az ország energiabiztonságát, ezáltal az energiárak csökkentésének, a rezsicsökkentésnek egy jó talaját biztosítják. Baloldal lendületesen támadja ezt az elképzelést. Mi lehet ennek az oka, túl azon, hogy kampánytémává emelik ezt a dolgot? Nézze, normálisan, hogyha az ember végig gondolja, akkor azt gondolhatná, hogy Magyarországon mindenki támogatja a rezsicsökkentést, mert hogy ha valami bizonyítottan jó a magyar embereknek, a magyar családoknak, Magyarországnak, akkor az a rezsicsökkentés az az. De hát természetesen, mivel tudjuk, hogy a rezsicsökkentés 240 milliárd forintot hagy a magyar családok zsebében, törvényszerű, hogy ez a pénz valahonnan meg elveszik. És ez a pénz eddig nagy energiacégek profitját jelentette. És természetesen azoknak, akik elvesztenek 240 milliárd forintnyi profitot, ez fáj. Nyilvánvalóan fellármázzák azokat az intézményeket, azokat a szereplőket, akikről azt gondolják, hogy hajlandóak ezt az álláspontot képviselni. Most jól látszik, hogy az Európai Unió néhány intézménye hajlandó képviselni ezt az álláspontot, és a Magyarországon napokban újjáélett Gyurcsány Ferenc vezette koalíció is hajlandó felvállalni a rezsicsökkentés elleni küzdelmet. De egyébként
ennek nézzük a pozitív oldalát, ez pedig az, hogy világosan látszik, hogy 2014-ben az emberek miközül választhatnak. Most kiderült, hogy a rezsicsökkentésre, vagy 8 esztendő 15-szöri rezsi emelésére szavaznak, mert hogy amíg a szocialisták voltak kormányon Magyarországon 2002 és 2010 között, hogy 15-ször emelték a rezsiköltségeket. Mindenki bemutatta tehát már, hogy mit tesz rezsiügyben, az emberek előtt pedig egy világos választási helyzet áll.